Akkor bekapcsolom a képernyőt. Bocsánat, ez nem amit akartam. Jó. Te arról beszélt, vagy azt kérdeztem, hogy a Pirkia volt az atyák tanításait lehetne belevágni, bár mondjuk igazából azt a nyári hónapokban szokták a sábeszkor tanulni, de mondjuk annyi, hogyha alaposan akarjuk tanulni, ez úgyis tovább tart, mint nem, meglátjuk, hogy meddig fogunk vele eljutni. Ez is a Maharal, prágai Maharal, tehát Lőv Rabbinak a magyarázataival van, ugyanaz a könyvsorozat, mint amit a csűvéről néztünk. És először is van, egy bevezetővel kezd, még nem maga Pirke volt, hanem még előtte van itt egy Kinér Mitzvá, Vetora Or, Vederech Haim Tochachot Muszár, most azt is megmagyarázza, hogy miért nevezte a Pirkeavotnak a magyarázatát Derech Haimnak. Tehát a könyvnek a címe Derech Haim, és mint a műveinek az egyéb részeinél szintén sokszor Misnéből vagy Koheletből hoz egy verset, és akkor arra alapozza, onnan indul ki itt is. A Mislé, tehát példabeszédek könyvének 6. fejezetének 23. verse, onnan van ez az idézet. Magyarul a limit fordításban úgy hangzik, mert mécses a parancs, ki nér micva, tehát a mécses a micva, és a tanvilágosság és élet útja az oktatásnak fedései. Még egyszer, mert mécses a parancs, és tan a világosság, a tan ugye az a Tórának a fordítása, világosság és élet útja az oktatásnak fedései. És akkor itt folytatom. Ihádáma ser bará, semit brák alhádáma. Bocsánat. Az ember, akit az örökkévaló áldásség teremtett a föld színén, szukató a nanvára fel. Most pont szükezt fejeztük be, úgyhogy egy aktuális is. Ugye a szükéje, vagy sátra, vagyis ami befedi az embert, a nan felhő és ára fel köd. Tehát ahol az ember lakik, ott sötétség van, köd, felhők vannak itt a földön, ez veszi körbe az embert. Miért? Tehát a lábjegyzetben mondja, hogy az ember az ugye az a fizikai húsfér testben van, a lelke, ami az hasonlítható a ködhöz és a felhőhöz. És ezért mondja ezt, ád se húlyos sebbe hozsák, sötétségben lakik, ül, velo or, nincs fény, hua gufa hur ve hozsák. Tehát a test az a sötétség, a sermech a szelláv, az takarja be őt, tehát őt, mint a lelket betakarja a test, ád ki nin e limcó ha petach, ha poneked ma, Sejedarko Nochach Hashem. Annyira betakarja a sötétség, hogy bele is fárad abba, hogy megtalálja, vagy fáradozik, azon fáradozik az ember, megtalálja a nyílást, ami kedmáz, mondjuk jelentett kelet felé, vagy előre felé nyílik, amin keresztül megtalálná a Jóistent. Ve im zohar a szechel ve nacuc
שלא לא לעיניים, לראות לו הדרך אשר ילך בו, אין הדבר הזה רק מה שראוי לאדם לעשות מצד שהוא אדם, שנתן לו השם יתברך השכל, אשר הוא נר מאיר, ובהלו נר השכל על ראשו, ידע מה שיעשה מצד שהוא אדם, לא במה שבחר השם יתברך בו, כמו שהשם ישראל, שבחר השם יתברך בהם מכל העמים, כמו שהם ישראל שבחר והשם יתברך בהם מכל העמים, הדבר זה הוא למעלה מן השכל האנושי. Tehát, ugye, ott az ember a sötétségben, és azt mondja, hogy még ha a fény, az elmének a fénye csillog is az emberben, a szemében, leaním, itt van egy, a karika az arra utal itt, hogy van másik szövegváltozat, ami azt jelenti, hogy a nem énáim, nem a szemetket jelenti, hanem a szegényeket. Tehát a szegények számára is, ugye az ember a szegény, tehát mondjuk hiányzik a... Nem csak az amik dolog értelemben, hanem szellem értelemben, hiányzik neki a világosság, és még akkor is, hogyha az elme csillog benne, lehorod, hogy megmutassa neki, az maga a saját esze, nem elég az, hogy megmutassa az utat. Az ember esze magába, tehát Isten nélkül, csak így emberi szinten tudja megmutatni, hogy mit kell csinálni. A jó Isten adta az elmét, és Asherhu Nérmeir, bocsánat, de ez ott mit szácsú Adám, és nem tenni lóan semmit beállhatszék el, az ember az örökével ott az eszet, az egy virágító mécses, be uvehillon nérhá szekhel állrosó, amikor rávirágít a mécses, tehát az elmének a mécsese a fejére, akkor tudja, hogy mit kell tenni az emberi szinten, az még nem feltétlenül ló, ez nem függ, nem a, nem, még nem az, hogy mi, még nem arra beszélünk, hogy miért választotta őt az örökkével, hogy mi, az embert miért választotta. És az itt megmagyarázza a lábjegyzetben, hogy az emberi ész tényleg vezeti az embert, hogy a helyes úton járjon, hogy ne állati legyen. Szóval az állati szinthöz képest szóval magasabb szinten jut az ember még maga a saját emberi esze által is. De ez még nem elég arra, hogy et hádám mit szedek ilyet hiotó, nivrása, bahárból, drzsbókók, mosebben. Ez még nem emiatt választotta az őt. Tehát még van ennél magasabb szint, ami miatt választja az embert, az Izrael népét, Izrael, se bahár sem, tehát Izrael népét választotta az örökkévaló. De vár zehú le mála mine szekhelenosi. Ez magasabb szint, tehát van akkor az örökkévalónak még magasabban levő dolga, amit elvár tőlünk, ami nem csak az ember ész. Tehát az ember ész ez nem elég arra, hogy tudjuk pontosan, mit kell tennünk. Lachen al el davar ze shelech achar bor'o veliot davek im Hashem. Yitbarach kidichtiv acharei Hashem telchu uoto tavodu uoti davku en koach kamor hazeh. Tehát mindezek az ilyen spirituális dolgok, erre nem elég az ember esze az, hogy arra, hogy az örökkévaló a teremtő után menjünk, és hozzá ragaszkodjunk, ahogy meg van írva, és hogy az örökkévaló után menjetek, és őt szolgáljátok, és ő hozzá ragaszkodjatok. Tehát erre nem elég az ész, és hogy megvilágítsa, vele írd, de a kóa
más és tovább a felború, hogy a teremtő után menjünk az ő útján. Vérhevsel, de bár ez viszont, akkor, hogyha az ész nem elég erre, akkor mi hogyan tudjuk meg, hogyan tudunk a teremtő után menni, és ilyen, ha orhaze, honnan lesz fény, megvilágítsunk te a sötétséget, huhaszehel. Tehát hogyan világítsa meg az elmét, ami magában egy bizonyos, tehát az is fény, de nem elég erre, hogy ilyen szinten nem elegendő. Mi kell az, hogy még ez is meglegyen világítva? A boher hat varim ha reuim el hat dám ve masse hu adám. Rak ha davar ha zehem maasim ha recuim el ha shemit barach. Uma se marchik adám min ha shemit barach asher bachar bo. Ad she beze yuchal adám lagia el ha tzachato ha'achrona ve liot tavek bo it barach. Davar ze hu lemala מין השכל, לכן המאור אשר הוא להניח חושך האדם אשר יושב בו, הוא התורה. תעת, התורה אז, עמי סוג שגש ההוז, מין דהז, עמי מושמודות, הוד, תעת, תעת, אז הוא כדור, עמי כעד, תעבו איתי הקזם, ואת תרמתו אותו, tehát hogyan tudja az ember ezen felkerekedni, csak a Tóra által, hogy tényleg sikeres legyen, és abban, hogy az örökkévalóhoz ragaszkodik. Tehát ez csak a Tóra által. Lachen hama or asher hu lehaniach hosek adam asher. Tehát ez csak a Tóra. Szóval közben, hogyha valami nem világos, hogy valamit hozzá szeretnénk fűzni. Ugye csak azt mondtad, az atyák tanítása. Vagy, igen, ez még a bevezető. Igen, ez még a bevezető, mert itt meg úgy kezdődik, kol iszrél és, érted? Igen, ez még a bevezetője, még csak arról beszél, hogy miért nevezte Derech Haimnak a könyvét, ez a magyarázatnak a bevezetője, de ha akarod, akkor... Nem, jó van, menjünk tovább, csak én ide vettem a könyvet, és ja, látom, igen. Hogy... Igen, ez csak a magyarázat a bevezetője. Oké, okay, jó, oké. Okay. Tehát, és akkor erre mondja, hogy ki nér micva, hogy a parancsol, tehát a micva az mécses, és a tóra az a fény. Vagyis, ez az, ami megvilágítja az ember útját, hogy az éjszaka napként legyen világ, tehát világ váljon világossá. Körös nérmit felvett Tóra, ahol most megmondja ez, hogy az, hogy a micva, a mécses és a Tóra a fény, Rocello már ennek a magyarázat az, hogy ki a micva, domelenér, a mécses hasonlítani, a mit hasonlít a mécsesre, a ser, ha orseló, eno or gamor belo guf. Tehát a mécses csak akkor tud világítani, hogy ugye szükség van a fizikai dolgokra. Rák, ha or nitla be guf, tehát maga nem tudna fény, tehát magában nem lenne fénye, hogyha nem lenne, tehát a fény maga szükséges az, hogy ötlenye az olaj, a kanót, stb. Mindjárt is fogja mondani. Uaptilá verse meninget, tehát a kanóc és az olaj, vekli ameka blima orhaze. A mécses, mondjuk egy agyagból, vagy kerámiából, vagy másból készült mécses, abba kinek bele kell tenni, arra is szükség van. Magában maga mécses, az még magában egyáltalán nem világít, csak bele kell tenni az olajat, be kell tenni a kanócot, meg kell gyújtani. Véno or mufsát minha guf, tehát nem egy fizikai világtól, testtől távol álló fényről beszélünk, se ilye orba hír, valami nagyon nagy világosságról rák, omed menit láb, de vár, uf. Tehát egy fizikai valósághoz csatlakozik ez a fény, ugye ott van a kanócon a láng, tehát nem úgy magával van, visvilkách eno orba hír, vilkách a micvahi amászim a seri, a szeadám. Épp úgy van a micvákkal is, az embernek, minden micva az ember a mitrát itt a fizikai világban teszi mondjuk
mondjuk megráz, fogod a szukeszkor növényeket, az is egy teljesen fizikai dolog, vagy a tfilin felrakásra, vagy az egyéb dolgok, a tetőre, a kerítés építése, vagy akármi, ezek mind-mind fizikai dolgok, míg a csak mindenhez szükségünk van a testre, minden micvát végzéséhez. Kriya guf, uve ma sea sheria seadam bal guf. Tehát még akkor is, hogyha nem kellene plusz tárgyra, nincs szükség, akkor is a testeddel, tehát még a mindig szükség van, hogy a testeddel csinálj valamit, mondjuk, amíg ha imádkozunk, akkor is a hangszálainkat használjuk. Ez nem egy ilyen teljesen elvont dolog a micva. De vág boaura eloki, és ehhez a fizikai valósághoz tapad hozzá, vagy ragadkodik, vagy csatlakozik rá az isteni fény. Ma se Hazemase szikli eloki. Ez egy isteni szellemi dolog, ami erre rácsatlakozik. Mitzvát boró veretszonó selesem. Az örökkévaló parancsolata, de a teremtő parancsolata és az ő akarata, selesem itt barák, áldásség, lechá, ha mitzvá, itt vagy? Itt vagyok. Emiatt hívjuk a micvát nérnek, tehát mécsesnek, ával a Tórának lehet tór, viszont a Tóra az az elfontabb dolog. A Tórát hívja az a paszuk fénynek, a Tóra a fény, és a mécses az a micva. Tehát ki ha or, én attól de vár, maga a fény, az egy elfontabb dolog, az ugye fény hullámokról beszélünk, maga a fény, az nem a kanóc. Tehát a Tóra az a teljesen spirituális dolog, a válhú mufsát, mintha guflegámre, vele fichá torá domelle orbahér. Ez nagyon világos fényhez hasonlítható. Ma szeket szóta, az van a szóta traktátusban, egy zod rás rabbi menachem be rabbi Yossi, rabbi menachem, rabbi Yossi fia ezt magyarázza, találka túvét, amit szótban ér, az írás, tehát a Misle könyve, a micvát a nérhez, tehát a mécseshez párosította, vett a Tóra beor, és a Tórát pedig a fényhez, fényel. Mánér me érlefisá, ahogy a mécses bizonyos adott idő intervallumban világít, áfha micvá, én a meginá, elelefisá. Tehát a micva is csak akkor véd, amikor az ember csinálja. Tehát van bizonyos időszakban van a micva, nincs, nem egy állandó dolog. Mondjuk, tehát az imádkozásnak is van eleje, meg vége, meg egyéb micváknak van elejük, meg végük. Nem egy örök dolgokról van szó. Vehet a Tórába, viszont a Tóra az a fény, ahogy a fény minájn leolám, áfhatorá, megint leolám, áfhatorá, megint leolám. Épp úgy, hogy a fény megvédi a világot, úgy a Tóra is megvédi a világot, eddig tehát az idézet, a szóta traktátusból. Ennek az a magyarázata, Ube Urze, ki a mitzvát, simá szehadám, én ke má szehadám, rak a ideakú. Tehát amit már mondtunk, hogy a fizikai testi cselekedethez kapcsolódik, vagy kol gufú, tehát az már. És mivel az ember a testével végzi a mitzvát, és a test, a fizikai valóság az mindig időhöz kötött, nem tudunk időtől függetlenül csinálni semmit, ki kol de vára ser hú guf hú tehát az már. Lechach a mitzvá se hí ájde guf ádám hí meg iná bizmán bilvád. Ezért a mitzvá is egy bizonyos időben véd, vezese a már ha mitzvá hí lesá. Tehát ezért mondta azt Talmud, hogy az bizonyos időben
Re vonatkozik a vála torá, de a tóra se hí belóguva. A tóra az nem egy testi dolog, hanem szellemi. Én legúf eszek be, tehát nincs köze a testnek a tórához. Tehát a tóra és a testi világ, ez két külön dolog. Ve hol de vás, én a guf, én a tachat azman. Tehát emiatt minden, ami nem testi, nem fizikai, annak nincs köze az időhöz. De hát a Tóra megint állam. Ezért van, hogy a Tóra védés az egy állandó dolog, időtől független. Káser, hádám, de vágbe Tóra, sziklét, hogy az ember ragaszkodik a szellemi Tórához, se élát, hát lút bazmán, ami nem függ az időtől, fichach amarakto, ezért van az írva itt a Mislében, hogy kinér mit szövel Tóra or, ugye, mert a mi parancsolat az a mécses, és a Tóra az a fény, vem, amelyem le dám lehív jó elhattakító. Ezek virágítják meg az embert, hogy eljusson a céljához. Ve a haron, le, amála eljön áser, hú, be kessét, ve a freskol haj, áser, hú, alhállama. A magas szint eléréséhez Kolchai Masma Af, még úgy tűnik ebből, amit mondtam, a Tóra által Kolchai bocsánat, mondjuk inkább kiadjam a deápizetet. Vámárod, és még azt is mondta, hogy Derechaim Tochachat Muszár, Hemad varim, asher enam mitzvot ha-Torá, rak masen oten a szekhel adám in ha-Muszarim, asher jászé adám, vechai behem, nikreu Derechaim. És most még azt magyarázza, hogy miért Tó Derechaimnak nevezte ezt a magyarázatot, még mindig arról van szó, hogy az Derechaim, az, ami azt jelenti szó szerint, hogy az élet útja, Tochachat Muszár, ez is a Mislében van, ugye ennek a versnek a második fele, az élet útja az oktatásnak feddései. Itt oktatásnak fordította a Muszár szót, a Muszárt azt szokták inkább erkölcsnek fordítani, és mondjuk itt már lehet látni, hogy hogyan fog rákapcsolódni a Pirke volt az, ami erkölcsi tanításokról szól az egész. Tehát az erkölcsi feddések, Hemadvarim, Asher, én nem mit szólt a Tóra. Ezek nem tórai, tehát az erkölcsi irány, tehát hogy hogyan kell etikusan viselkedni, ennek a részletei nem, nincsenek benne olyan értelemben a Tórában, hogy szóval nem megy bele a Tóra elkölcsi dolgokba általában, bár az is van benne, de rak más, no ten szekhel adám min a muszarim, a seri a szerdám bechájben. Viszont azt mondja, hogy ezáltal él az ember. Rak más, no ten szekhel adám min a muszarim. Tehát az emberi ész is vezeti az embert az elkölcsös úton, és ha megteszi az ember az elkölcsi elvárásokat, akkor él. Nikra Derechaim, és hogy pont ezt mondja itt a vers, hogy az élet útja, tehát az élet útja az a, ezek az erkölcsi feddések. Ve midrás veikrába, a veikrába midrásban az van írva, lismor derech eszhaim. És mert most a heti szakaszhoz kapcsolódunk, ez mindig egy jó jel, bár nem direkt heti szakasztról kezdtünk tanulni. Ugye az, miután kiűzi az embert a teremtő az édenkertjéből, akkor oda teszi a kerubokat, odaállítja a bejárathoz, és a karddal a kezükben, nem is akármilyen karddal le van írva,
őrzik az édenkertnek a bejáratát. Lismor derech etzhaim, azon írva, hogy őrizni, hogy hogy vigyázzák a étzhaim, tehát az életfájához vezető utat. Kafav dorot kadma derech ez a Torah. 26 nemzedékkel korábban lett teremtve a derech eretz, amit mondjuk lehet úgy is folytani, hogy az erkölcs, vagy a tehát hogyan kell normálisan viselkedni a Tórára. Ugye van egy ilyen sokszor idézett mondat, hogy derech eretz kadmal a Tórá, a derech eretz megelőzi a Tórát, és mondjuk a derech eretznek van több magyarázata, az egyik az az erkölcsösség. Tehát még mielőtt valaki oda akarna jutni, hogy mondjuk hogyan tegyek földfilint, hogyan egyek kósert, hogy ne keverjem a testet a húsossal, meg nem szabad disznót enni, meg csomó minden. Szóval ennél még sokkal alapvetőbb dolog, az ember az emberként viselkedjen, talán az a legjobb. Talán ez is egyik lehetőség, hogy így folytani, de lehet, tehát legyen az ember, legyen egy emberi viselkedése, tartsa be a társadalmi normákat, és az, hogy ez megelőzi ezt, erre most a Midrás alapján azt mondja, nem, hogy egész pontosan 20, most ezt hogyan kell érteni, ezt nem tudom, de 26 nemzedékkel előbb volt már meg a derech eretz, mint a Tóra. És a Lismor derech, és most ezt a kettőt, most ezt oda kapcsolja a heti szakaszhoz, hogy tehát hogy a kerubok, az angyalok őrizték az élet fájához vezető utat, és ez a derech, ez az, ami megelőzi a Etzhaim zátorát. Tehát Etzhaim az az, ami szó szerint azt jelenti, hogy az élet fája az a Tóra. Tehát most igaz, hogy a heti szakaszban egy konkrét fáról van szó, de most itt átvitt értelemben a Tóráról van szó, hogy az a Tórához vezető út az a derech eretz. Tehát a föld, szó szerint azt, a derech eretz az szó szerint azt mondja, hogy földi út. Tehát ez a, és most ez már látod, hogy hogyan kapcsolódik ez a Pirkei Avotot, mert azért kell tudni, hogy hogyan kell, ugye a atyák tanításai arról szólnak, hogy hogyan kell viselkedni. És umá se nikrá a Tóra eretz, miért hívják a Tórát fának, derech eretz. Hát miért hívjuk a Tórát fának, és a derech eretzet, az elkölcsösséget pedig derechnek, útnak? Mit nézse rá cáló már, ki a Tóráhi netia hazeká. Mert a Tóra az egy jól elültetett ültet, tehát egy jól el van ültetve, mint ahogy a fa is benne van, jól be van gyökerezve a földbe. Ma egyszer az első urna tá, tehát erősen benne van a földben, vésló, sorsomgól nagy gyökerei vannak, a serhem, a ser, im kolaru hotba olam báj még, hogy az összes szél is jön, egyébként most ez már konkrétan a Pirkei Avotból egy idézet, a harmadik fejezetből, hogy ha a világ összes szele jön, nem tépik ki a fát a földből. Én mezizén, ha ez az emim komá, nem tépik ki a helyéből. Káha torá híneti a hazáká. A torá is egy ilyen alaposan, mélyen, jó elültetett fa. Beneti át a torá hí imha semmit barák. Az örökkévalóval el van elültetve a fa, a tóra, a ser, mi minó itt brach, a cula torázott, mi szudelet mi tó, tehát ő tőle van az a fának az elültetése, a tórának az elültetése, ő rendezi, ő kezeli a fát, most itt ber, ott be kell meg komot, hát jázott, hogy szeret, mint a semmit brach. Ez még sok helyen meg van magyarázva, hogy mi az, hogy az örökkévalótól származik ez a fa, tehát a Tóra.
Moshe Ezio Tzemino Komneti Ato, Yedama. Tehát az örökké valóból nő ki. Épp ugye a fa a földből nő ki, a tóra, mint fa pedig az örökké valóból. Vém kol bejó lámba imlá korhatorá, és hogy az egész világon mindenki ki akarná tépni a tórát, mint ezt a fát a földből, én nem akkor nincsen rám mondjuk, lezúz ott áll, de hát egyáltalán nem fogják tudni elmozdítani ezt a fát. Most jár már pedig drása, hogy a midrás ezt írja, és se helyes lomó, a meleg halába Salom már benne a sém, amikor Salomon királynak sok felesége volt, ugye 1000 felesége volt, már elvileg nem ugye azon idő, hogy a királynak nem szólt, hogy sok felesége legyen, 18 maximum királyoknak, mert már több nem lehet, és mégis Salamonnak 1000 felesége volt. Azt mondja erre Rabbi Simon ben Yochai, Sefer Mishne Torah ala Nishtatach lifnei HaKadosh Baruch Hu. Amar Ribono Shel Olam, Daiteki Shebatla Miktzata Batla Kula. Amar HaKadosh Baruch Hu. Hare Shlomo Ve'elef Keyotze Bo Batelim Ve'yud Mimcha Eino Batel Ad Kan. Ez görög szó a dajteki, ami azt jelenti, hogy valaki halálos ágyán van, és ír egy végrendeletet. Azt mondja Rabbi Simon ben Yochai, hogy az egész Mishné Torá, tehát a Mózes 5. könyve fölment, és ki nyílt, vagy ki lett göngyölítve az örökkévaló előtt, és azt mondta, világ ura, tehát a halálos ágyán levő ember, ha ír egy végrendeletet, hogyha van egy végrendelet, és annak egy része semmissé válik, akkor az egész semmis. Tehát például mondjuk a mai polgári jogra lefordítva, ugye az ügyvédnek, vagy bocsánat, mondjuk aki írja a végrendeletet, minden oldalon alá kell írnia, meg azt hiszem talán az ügyvédnek is, meg nem vagyok benne biztos, de ha valamiért nem írta alá minden oldalon, akkor az egész érvénytelen. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ez a része érvényes, az a része meg érvénytelen, mert mondjuk ha végét nem írt, mondjuk az első oldalt aláírta, és mondjuk a dátum is a végén van, vagy nem tudom, akkor nem mindegy, szóval ez csak egy példa volt. Szóval azt mondja, ha a végrendeletnek egy része semmisé válik, akkor az egész érvénytelen. Akkor mondja Mózes, tehát mondja a Tóra az örökkévaló előtt, vagy az Mózes 5. könyv, hogy hát viszont megvan írva a Tórában, hogy nem szabad királynak sok feleséget venni, és mégis Salamonnak 1000 felesége volt. Tehát ha azt látjuk, hogy a Tórának egy része semmisének nyilvánítva a Salamon király által, mert azt mondja a Tóra, hogy ne legyen 1000 feleség, és mégis a Salamonnak van 1000, hogy ne legyen sok feleség, és neki van 1000, akkor a Tóra mint egy meg lett semmisítve az egész, tehát mint érvényét veszett az egész Tóra, de azt válaszol, hogy az örökkévaló a Tórának, hogy a Salamon király és még egy 1000 hozzá hasonló személy érvénytelen lehet, ők semmisé válhatnak, semmisnek lehet őket nyilvánítani, de a Tórát nem. Eddig tart az idézet a Midrásból. Neken afim kolár bámal hujot sem keneged átbaruchot haolam. Még akkor is, hogyha a 4 királyság, ami a Szélrózsa 4 égtájának felel meg, 4 irányánakból jövő királyságok jönnek, Baim, Lá Korátora, és ki akarják Izraelből pusztítani a
Tórát, Arjedék, Zérotám, mindenféle rendelettel meg akarják semmisíteni a Tórát. Most jó a szíma, hogy tényleg volt ilyen a történelem során. Én ilyen hajmlákkor, hogy szeretem a Tóra, nem lehet a Tórát kitépni a helyből, és ezt is láttuk már, hogy a történelem során nem sikerült senkinek se. A Tóra még ma is létezik. Még? Zoli? Igen. Folytassam? Vinni kretet? Igen, nem tudom, hát most hát abba hagyhatjuk akkor, vagy nem tudom, mennyi ez a... Most itt kezdődik egy, pont egy nagybetű következik itt a 17. oldalon, úgyhogy mondtad, hogy fél óra legyen, akkor ez egy kicsit hosszabb rész jön a három oldal. Hát ha hosszabb, akkor, hogy nem fér bele egy 10 percbe, akkor inkább hagyjuk. Akkor mondjuk biztonság kedvére, akkor innen. És jó. Aztán majd, ha gondolod, hogyha inkább... ez azért érdekes a bevezető, mert ez nem olyan... Ez maga Maharal írta ezt a bevezetőt a saját könyvéhez, úgyhogy azért gondoltam, hogy ez fontos megnézni. Mert vannak olyanok, hogy vannak a könyvek, hogy a szerző írja a könyvet, és akkor még valaki bevezetőt ír hozzá, de itt maga a szerző... Tehát valaki más írja a bevezetőt, viszont saját maga írta. Meglátjuk. Maga a Pirke ott rész, az még egy jó sok oldala később fog kezdődni, úgyhogy még meggondolhatjuk. Nem, csak közben kilapoztam a Pirke Ovajszot, aha. Jó. És akkor azért néztem. Jó, akkor, jó. Akkor majd legközelebb, akkor addig is szép. Vigyázz magad, és jó egészséget. Jó, skaja. Köszönöm szia. Szépen, és akkor szia. Jövő héten. Oké, majd szia. Majd valamikor, nem tudom mikor, majd lehet egy hónap múlva, más hónap múlva, lehet, hogy egy-két hetet majd szüneteltetünk, mert költözés előtt állok. Aha, hova? És emiatt nem tudom, hogy fogok majd internethez.